A koronát két szabadkai művész, Ivana Dulic és Anna Vukov, Kenyeres Ivánkának, a vajdasági képzőművészeti körvezetőjének készítette a Szalmafonó Művészek sok éves támogatásának elismeréséül. A csodás alkotást Ivánka ajánlotta fel a templomnak, hogy méltó, mindenki által elérhető helyen emlékeztessen bennünket Szent István örökségére. Nagyon boldog voltam, amikor a plébános úr azt mondta, hogy elfogadja, akkor még csak a fényképen látta, és nagyon boldog vagyok, és örülök neki, hogy neki is nagyon tetszik, és hogy ilyen szép helyen lesz ez a mi koronánk. A szalma kalászával a végtelen rónaság rezdüléseit érzékeli, kapocs, ég és föld között. Ezért mondjuk, hogy amikor a korona elkészült, a szalma megérintette az eget, hangzott el az ünnepnapon. A Szent Őrangyalok templom plébánosa, Zapletán Géza Esperes örömmel fogadta a felajánlást, és a tegnap délutáni ünnepi szentmisén megáldotta a Szent Korona mását. Nincs is talán alkalmasabb nap, mint Szent István király ünnepe, hogy egy ilyen erekjét, vagy erekjeszerűséget megáldjunk, és hogy ettől a naptól kezdve őrizzük itt a templomban. Az ünnepi szentmisét, amelyen egyébként megjelent a korona két alkotója is, a helybeli Cifra Szűrvegyes kórus közreműködése tette magasztosabbá. A Szent Korona üvegbúrával lefedett mását a jövőben a szentély bal oldalán láthatják majd a templomba betérők.